Bemutatom nektek itt az urat, nekünk már át kell oda menni. Németh Szilárd, az ATV-nek a hírigazgatója, és Németh Szilárd urat küldték ide, hogy átvegye tőlünk ezt a pároldalas ellentmondást a Felcsúti úrnak a nyilatkozatával szemben. Ebben konkrétan le van írva, hogy mit kifogásolunk. Ebből a leírásból a műsorszerkesztők megérezhetik azt, hogy mi az a tényferdítés, ami az ATV-n keresztül több százezer emberhez eljutott ebben az országban. Mi az a tényferdítés, amit korrigálni illik egy olyan hírközlő médiának, mint maga az ATV, hogy adja meg az ATV azt a lehetőséget, hogy ütköztessük a véleményünket a kirablóinkkal szemben. Mert Felcsúti út a kirablóink társadalmához, a nyakkendős bűnözőkhöz tartozik, aki előbb-utóbb meg fogja kapni megérdemelt büntetését. Lényegében csak ezt várjuk el az ATV-től, mint ami a sajtó és a média feladata, hogy tényszerű, tárgyilagos hírközlésben legyen a segítségünkre. Mi nem tudunk az ATV-nek, mint magántévének fizetni, mi civilek vagyunk. A bankszövetség lehet, hogy tudott a műsorért fizetni, mi nem tudunk, de a jogsérelem miatt kérjük a tévét, hogy ezt tegye meg nekünk, hogy ővelük egy műsorban leülhessünk és elmondhassuk a magyar lakosságnak azt az igazságot, amit mi tartunk igazságnak, a törvényekkel alátámasztva. A legfontosabb kérés ezen belül az, hogy a lehető leghamarabb történjen meg ez a műsor az ATV részéről, ugyanis nincs időjük már az állampolgároknak itt Magyarországon totojázni, mert ha ez a törvénytelenül létrejött törvény létrejön, és valóban úgy fogják megvalósítani, hogy Felcsúti úr itt az önök televíziójában elmondta, akkor itt Magyarországon nagyon gyorsan körülbelül 600 ezer ember fog az utcára kerülni. Ezért is kérjük a TV vezetőségét, hogy figyelembe véve ennek az egész ügynek a társadalomra veszélyességét, a súlyát, tegyék meg azt, hogy a kérésünknek eleget tesznek. Polgár Zoltán vagyok, a Jogállamiság Egyesület titkára, az utómindatlanás tagja és a devizeteres kártya jogi szakértője. Tisztelettel átadnám önnek azt a közleményt, amelyet a devizeteles kárta 3000 tagot számlálva a Jogállamiság Egyesület, az Otthonvédelmi Tanács közös közérdekű közleménye. Ez a Balogh úr által már elmondottakat tartalmazza. Tisztelettel arra kérném önt, mint az ATV hírszerkesztőjét, hogy ahogy azt mondta Jézus is, hogy az igazság az Isten igéje, az igazság, így van. Tehát az igazságot azt nem szabad eltagadni, hanem azt fel kell tárni, mert nem azért gyújtatik a gyertya, hogy azt még alárejtsék, hanem hogy az világoljék, és az igazságot világoltatni kell. Én tisztelt arra kérem önöket, hogy hallgattassék meg a másik fél is, és a két félnek a elmondásából ki fog derülni az igazság, és hogyha meghallgatják azt, amit mi mondunk, akkor többenet fog ülni az operatőr, az ön arcán, és mindenki arcán, és több millió ember arcán ebben a országban. Ennél súlyos a jogtiprás és emberi átverést tartalmazó jogszabát Magyarországon az elmúlt 60 vagy 70 évben még nem fogadtak el a Rákosi éra óta. Én azt gondolom, hogy minden magyar embernek, aki itt akar élni, a jogállam, a jogbiztonság és a jogegyenlőség érdekében szükséges tudni erről, és egy jobb világ érdekében az igazságot mindig ki kell mondani. Tisztelt átnem önnek az aláírások, a devizeteles kártya, a Jogállamiság Egyesület és a Bankcsapda Egyesületnek a aláírását tartalmazom. Nem írtuk bele a iratba, de elmondom, ugye mi a mai napig adtunk határidőt az ATV-nek arra, hogy az általam megfogalmazott és átküldött levélben, hogy válaszoljanak nekünk, az elérhetőséget megadtuk. A reakció az idáig nulla volt. Én arra kérném, hogy szorgalmazza a vezetőséget, hogy
szavazzuk meg, hány napon belül reagáljon az ATV kérdésünkre. 1, 2, 3. Elfogadom Zsoltnak az ajánlatát, megszavazzuk az 5 napot? Tehát a jelenlévők együttesen azt kérik, hogy 5 napon belül adják meg a válaszukat, hogy teljesítik-e a kérésünket vagy sem. A nem teljesítés is egy válasz, akkor azt úgy fogjuk felfogni. És azért én bízom benne, hogy az általam megadott e-mail címen vagy telefonszámon utolérnek 5 napon belül. A Jogállamiság Egyesületnek az e-mail címe és az én telefonszámom itt van önöknél. És akkor utána tudunk egyeztetni egy nagyon-nagyon gyors műsorba kerülésről. És azért a kérésem az lenne, hogy ez a műsor, ez legyen legalább 30 perc. Mert annyi azért kell, hogy világosan és érthetően el tudjuk mondani az álláspontunkat a magyar lakosság részére, hogy mi is történik az ő fejük fölött, a bankszövetség, a kormány segítségével, hogyan próbálják meg őket átverni. A világ legnagyobb átverése zajlik most Magyarországon. Én nem tudom, hogy a televízió vezetői érzékelik-e vagy sem, de a magyar állampolgárok már nagyon érzik. Köszönjük szépen! Nem kívánjuk a televízió mostani munkáját zavarni, de még egy picit maradunk. Gondolom, hogy ez a hangerő ez nem zavarja önöket. Köszönjük a... Köszönjük szépen! Itt Zoli barátommal az előbb egy kicsit susmutoltunk, és én most adom a mikrofon.